Tisztelt elnök urak, főkapitány úr, képviselő úr, polgármester úr, kedves lovas barátaim! A közös pont, a kapcsolódási pont a ló. Én tíz évvel ezelőtt biztos nem gondoltam volna, hogy a polgárőr szövetsége pont a lovak kapcsán kerülök kapcsolatba. De hogyha visszatekinthetek egy néhány évet, akkor hat évvel ezelőtt, amikor Lezsák Sándor és Dalos Gyula elnöklete mellett elkezdtük a Kincsem Nemzeti Lovas Programnak az összeállítását. Annak az alapkoncepciója az volt, hogy a lovas ágazatot bontsuk szakágakra, és hát minden számba vettünk. Beszéltünk a lovas turizmusról, a lótenyésztésről, a lovasportról, hagyományőrzésről, sok-sok mindenről. És akkor Lezsák elnök úr hívta fel a figyelmünket arra, hogy ebbe a nemzeti lovas programba kerüljön bele a lovas polgárőrség. És amikor azt látom, hogy támadnak minket, hogy hát nem történik semmi, hát most pestiesen szólva, hát ez nem semmi. És hogyha darabjaira szedjük ezt a nemzeti lovas programot, akkor hasonlóképpen minden egyes elemében, hasonló nagyságrendben sikertörténetről, sikerről beszélhetünk. Természetesen tisztába kell lenni azzal, hogy fontos az, hogy milyen támogatást kap a bizonyos ágazat ez a szegmens, fontosak az anyagi források, pontos a szervezeti háttér, de mindenhol a lovasportban is, és a lovas polgárőrségnél is elmondható, hogy ez az összefogás és a lelkes emberek nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Úgyhogy elsősorban önöknek, vagy így lovasok egymás között hagyd mondjam, hogy nektek szeretném megköszönni azt a lelkesedést, amit beleraktatok ebbe a közös munkába, és tényleg egy komoly eredményt értetek el. Tegnap egy hosszú hét után én is kijutottam a lovaimhoz, és amikor készült, készülök ugye a világbajnokságra, a következő versenyekre, a válogató versenyekre, és azon gondolkodtam a fogaton, hogy végül is azzal, hogy én most ott ülök, mennyi minden egyéb szolgálatot teszek. Szolgálom a lovasportot, szolgálom az összhazai lovaságazatot, de elsősorban a saját szórakozásom, a saját kettelésem. És itt. És érezhető ez a multifunkcionalitás, hogy, hogy igenis azzal, hogy a hagyományőrzés, a lovas turizmus, vagy akár a keftelés területén szorgoskodtok, emellett egy közcélt, a lovas polgárőrség, a lovas szolgálatot is mellé teszitek, ami mindenféleképpen egy örvendetes dolog. Az együttműködési megállapodás, ami most aláírásra kerül, ez gyakorlatilag keretbe foglalja az egyigi, közös munkánkat, együttműködésünket. Sok-sok eleme van, de ami nagyon fontos, és amit kiemelnék, az az oktatásnak a kérdése, hiszen a Magyar Lovas Szövetség rendelkezik azzal a szakmai háttérrel, azzal a szakembergárdával, azzal a tudással, amiből igazán a polgárőr, lovas polgárőr szervezet is tud majd profitálni. És ez az aláír, aláírandó szerződés, megállapodás, ez együttműködésről szól, hogy igenis tudunk és képesek vagyunk együtt dolgozni és együtt sikereket elérni. És a vége, végére azt hagynám, hogy mégiscsak egy szimbolikus dolog, ami igazából azt jelzi, hogy a ló összekapcsol minket, és mi egy közös család vagyunk. Úgyhogy ebben a szellemben jó szívvel írom alá megállapodást. Köszönöm a figyelmet.